Molnárné Tőkés Éva, a Györfi István Katolikus Általános Iskola pedagógusa arról beszélt stábunknak, hogy milyen eredményeket értek el tanítványai a tanulmányi versenyeken. Üdvözlöm Molnárné Tőkés Évet, a György István Katolikus Általános Iskolának a pedagógusát. Arra kérem, hogy mondjon el, mondja el néhány szóba, hogy milyen versenyre készültek a gyerekekkel, és hogyan zajlik maga a felkészülés. Köszönöm szépen! Szeretettel üdvözlöm én is a tévénézőket! Tavaly ősszel a Szolnoki Versegi Ferenc könyvtár meghirdetett egy 7 mérföldes csizmában hetet-hét határon át című országos mesevet élkedőd, amelyre a mi iskolánkból összesen négy csapat jelentkezett. Tulajdonképpen a versenynek az alapját Benedek Apónak a Színes Mesevilág Gyűjteménye adta. Benedek Eleknek a 160. születésének a 160. évfordulójára emlékezve. A gyerekek nagyon-nagyon lelkesen jelenkeztek erre a versenyre, összesen 12 mesét ismerhettek meg, határon innen, határon túl, voltak számunkra ismert, de újabb ismeretlen mesékkel is találkozhattunk. A gyerekek előzetesen megkapták mindig az adott fordulóhoz tartozó meséket, amelyeket közösen elolvastunk, feldolgoztunk és igyekeztünk felkészülni a megmérettetésre. Ezt követően küldték a feladatlapokat, amelyeket ügyesen megoldottak a gyerekek, és mi visszaküldtünk mindig a versegi Ferenc könyvtárnak. A döntő, a Kialakult vírushelyzet miatt kicsit szokványos módon idén ősszel zajlott le. Szeptember 10-én a négy főből álló csicsergők csapata bejutott a döntőbe, és délután 14 órakor megkaptuk a feladatlapokat, amelyeket gyorsan kinyomtatva odaadtam a gyerekeknek. Kettő óra hosszájuk volt, hogy ezt kitöltsék. A Kis diákok nagyon-nagyon ügyesen, igazi kis csapattá kovácsolódva, tényleg nagyon ö, lelkesen helytálva tudtak bizonyítani ezen a versenyen. Összesen hét feladat volt, volt közöttük kicsit könnyebb, illetve nehezebbekkel is találkozhattunk. Ezt követően izgatottan vártuk az eredményhirdetést, és számunkra nagyon nagy öröm és boldogság volt, hogy a benevező 75 csapat közül a csicsi Csergők csapada az ötödik e, helyezést érte el. Én ezúton is szeretnék gratulálni a tanítványaimnak. A csapattagjai a következő kisdiákok voltak. Gergely Rebeka, Darabos Sarolta, Rózsa Zita és Győri Zita. Én úgy gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk a kis diákokra, hiszen ez az egész verseny egy egész éven át zajlott, amelyben nagyon-nagyon sok munka, kitartás és mosoly és kacagás volt, mert nagyon-nagyon élveztük a felkészülésnek a pillanatait. Szeretnénk gratulálni az összes résztvevő csapatnak is.